A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum, Váhi Péter Szakképzőiskola és Kollégium igazgatója, Fórián Katalin Anett mutatta be az intézményüket, hogy mivel készültek az érdeklődők számára a pályaválasztási roadshow-n. Nagy megtiszteltetés, hogy most mi vagyunk az első helyszín. Mi is kihoztuk a teljes kínálatunkat, képzési kínálatunkat. Az építőiparosaink által vályogtéglakészítésben vehetlek részt az érdeklődők, ide kilátogató pályaválasztás előtt állok. Ezen kívül a gépészet ágazat virtuális hegesztő szimulátora segítségével a hegesztési alapeljárásokba tekinthetnek be a kilátogató érdeklődők. A turizmus vendéglátás ágazat jóvoltából kevert italokat, alkoholmentes kevert italokat készíthetnek a vendégek. A kereskedelem ágazat betekintést nyújtott a pénztárkép kezelés rejtelmeibe, valamint a 3D nyomtatót is kihelyezték. Szalai Ervin, a centrum szakmai főigazgató helyettese elmondta, pályaorientáció támogató programokkal várták a diákokat és a szülőket egyaránt. Élőben meg lehet próbálni a szakmákat, hasznos információkhoz lehet jutni, tényleg élesben ki lehet próbálni egy-egy szakmát, és akkor el tudja dönteni, vagy össze tudja hasonlítani a diák, hogy milyen lehetőségei vannak. Mi szeretnénk megmutatni, hogy a szakképzésben mekkora potenciál van, hogy mennyire nagy lehetőségeket biztosít a jelenlegi diákok számára a szakképzés. Beszélhetünk itt a szakképzésben elérhető ösztöndíj programról, illetve a duális képzés lehetőségeiről, amikor az éles körülmények között szakavatott szakemberektől kaphatják meg és tanulhatják meg a szakma csinyát, bínyát. Szalai Ervin hozzátette, a technikumba jelentkezők lehetőséget kapnak arra, hogy szakirányú felsőoktatásban részt tudjanak venni a jövőben. Mi azt gondoljuk, hogy a szakképzésnek nagy jövője van, ebben van a diákok jövője, és mi szeretnénk ezt megmutatni ezeken a roadshow-kon. Egyébként én azt javaslom mindenki számára, hogy az iskolák, illetve a centrum honlapját, illetve Facebookját kövessék, mert ott rengeteg részletet és hasznos információt tudhatnak még, meg egyébként pedig szeretettel várunk mindenkit a roadshow helyszíneken. Érdemes ellátogatni ezekre az eseményekre, hiszen számos információval szolgálnak a továbbtanulóknak. Igazából nekem a cukrász, de nagyon jók. Nekem tetszik ez a program, szerintem még több is lehetne ilyen, mert nekem ez nagyon tetszik. Az eddigi nyílt napokon, illetve családi eseményeken életszerű képet kaphattak a tanulók az iskoláról és képzésekről.